Fogadom, hogy becsülettel, képességemhez mérten, tisztességgel tanulok. Fogadalomtétel tettek a 9-es diákok. A Máté Szalkai Esze Tamás gimnázium új tanulói ünnepélyesen megígérték, hogy öregbítik iskolájuk hírnevét és ápolják hagyományait. Ez egy hivatalos avatás volt, amit most láttok, nézzük. Megkapták a jelvényüket, amivel ténylegesen ezt is diákkal nyilvánítottuk őket, és innentől kezdve azért azt gondolom, hogy ez kötelezi őket arra, hogy itt tanulnak és úgy tanulnak és úgy csinálják a dolgokat, ahogy ezt kell. De én nagyon szeretnék egy olyan vicces, vidám avatót is, ezen mi dolgozunk. Az avató ünnepségen az iskola új diákjai leírták és ládába zárták a kitűzött céljaikat. Ezeket majd végzősként a banketten tekinthetik meg. Ekkor látni fogják, hogy hova fejlődtek és milyen utat jártak be az iskola falai között. Az idei szeptember nem csak a 9-esek, hanem az idősebb tanulók és tanárok életében is újdonságokat hozott. Óriási változásaink vannak, ami a mobiltelefon használatot illeti, a behozható eszközök listáját illeti, úgyhogy ez alkalmazkodnunk kell, alkalmazkodunk is, betartjuk a törvényt, mert más nem tehetünk. Azt gondolom, hogy viszonylagosan nyugisan vették a gyerekeink azt, hogy elvettük, vagy lekadjuk a mobiltelefonjukat, igyekeztünk úgy megoldani, hogy a telefonjaik ne sérüljenek, elzárjuk őket kamerával, figyeljük az átadásnak a színhelyét, úgyhogy minimalizáljuk azt a helyzetet, hogy valamilyen sérülés történjen. Kicsit még ki kell forni a rendszernek, de azt gondolom, hogy jól fog működni, és meg fogják szokni a gyerekek mindenféleképpen. Bétéri Zoltán elmondta, óriási öröm számára, hogy 4 helyet idén 5 osztályt tudtak indítani. Mindez Máté Szalka városának is elismerést, a jövőben pedig előnyt jelent.